nyári diákprogramot szervezett a Hódmezőgazda itt a kiállítási területen. 20 évvel ezelőtt, mikor 1994-ben elkezdtük az Alföldi Állattenyésztési Kiállítás szervezését, részben az is volt a célunk a kiállítással, hogy az általános állattenyésztési kultúrát fejlesszük, terjesszük. Sokáig fölnőttek számára tudtunk biztosítani olyan lehetőségeket, ahol meg tudták mutatni a legjobb tenyészállataikat, és át tudták venni azokat a módszereket, amit Nyugat-Európában, illetve a világon is használnak a sókon, a fölvezetéseken. De azért már jó néhány év óta nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy az utánpótlást is neveljük, hogy a fiatalok számára is átadjuk ezt a tudást, megszeretessük velük a szakmát, az állattenyésztést, és ezért már jó néhány éve rendezünk fiatal holstein tenyésztők számára fölvezetői versenyt, de arra majd, hogy nem ilyen autodidakta módon készültek a gyerekek, és hát ezért részben az ő ötletük, részben szülők ötleteként jött a gondolat, hogy rendezünk ilyen tábort. Ez egy bentlakásos, egyhetes tábor, 15 fiatallal, akik 10-15 évesek, rendkívül lelkesek, nagyon szeretik az állatokat. Mi az, amit ez alatt, az egy hét alatt meg lehet tanítani ezeknek a gyerekeknek? Úgy gondolom, hogy a szemléletet mindenképpen, az alapinformációkat szeretnénk átadni nekik, és utána azt, hogy ők ezt milyen szintig viszik majd el, az a lehetőségeiken, a kedvükön, a gyakorlási lehetőségükön fog majd múlni. Nagyon pozitív a hozzáállás a gyerekeknek. Értelemszerűen, mint minden táborban, mikor megérkeztek, volt egy kis ilyen tapogatózó ismerkedés, mi felnőttek gyerekekkel is, illetve a gyerekek az állatokkal is, de a gyerekekre jellemző módon pillanatok alatt áthidalták ezeket a dolgokat, és másnaptól a barátságok pillanatok alatt kialakultak. Mi az, amit a legjobban szeretnek a gyerekek itt az állatokkal? Én úgy vettem észre, hogy a mosás a kedvenc munkafolyamat. Lehet, hogy adódik abból, hogy 35-40 fokban dolgozunk, tehát egy kicsit hűtik magukat is mosás közben, de az összes többi is. Van, aki inkább nyírni szeret, van, aki azt várja már, hogy vezessük az állatokat, tehát mindegyik érdekli őket, de a favorit úgy látom a mosás az. Nem sok ilyen tábor van az országban. Olyannyira, hogy ez az első ilyen gyerekeknek szervezett tábor, amit a Hódmezőgazda az ERT-vel közösen tudunk most itt megcsinálni. Ötlet szinten már régóta foglalkoztat minket a dolog, de idén került rá lehetőség, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Azt mondják a többiek, hogy neked itt nem minden új, hiszen nem először csinálod. Igen, én 4 éve kezdtem el foglalkozni a felvezetéssel apukám révén, ugyanis a Bia Nagybömi Dózsa Gráz ZRT szarvasmarhatelepének az ágazatvezetője, és hát ugye gyerekkoromban nagyon megtetszett az egész, így 4 éve kezdtem el segíteni apuinknak a telepen felkészülni a versenyekre, kiállításokra. Idén márciusban én képviseltem az országot a fiatal felvezetők versenyén, a fiatal junior kategóriába, tehát az egyesület munkatársai nekem a tél folyamán segítettek ezeket az elméleti tananyagokat úgymond elsajátítani. Melyik munkafolyamatot szereted a legjobban, amit itt az állatokkal kell végezni? Ugye egy állat felkészítéséhez nagyon sok feladat szükséges, kezdve ugye a kiválasztástól, a betörésen át, ugye a mosáson át, a nyírásig. Ugye ez mind hozzátartozik ehhez a feladathoz, és persze hát ugye vannak kedvencek is, de igazából szeretek ugye állatokkal foglalkozni, és szeretem hát mindegyik momentumát ennek a feladatnak. Mi leszel, ha nagy leszel? Ezt még nem tudom konkrétan. Most pillanatnyilag az állatorvosi felé húzok. Nehéz az állatokat vezetgetni? Nem nehéz, mivel én lovagolok, így nagyjából megtanultam csak ugye az alap dolgokat, hogy fel a fej, akkor ugye, hogy jól álljon be, mikor a bíró mellettem van, meg hasonlók. Hogyan kell az állatokhoz viszonyulni, hogyan kell hozzáfogni ehhez az egészhez, hiszen azért bizonyára nagyon fontos az, hogy milyen kontaktus van közted és az állat közt. Hát az állat szeretet mindenképpen. Simogatni kell? Türelmesnek kell hozzá lenni. Úgy látom, nem könnyű ezzel a kis bocival. Egész eddig könnyű volt vele, igazából ma kezdte el ezt az ugrálást, mert elkezdett folyatni, és most nem bír magával. Honnan jöttél a táborba? Én Vas megyéből érkeztem, Körzállal. Ez jó messzi van. Hát igen, eléggé, de hát mivel édesapám buzdított rá, ezért eljöttem. Elfáradtok azért estére?
Hát amikor már többször visztük körbe az állatokat, akkor már egy kicsit nehéz, meg a kezünk elfáradt, de amúgy este még bírjuk. Mi leszel, ha nagy leszel? Ezt még nem tudom. Esetleg majd állatokkal fogsz foglalkozni? Hát szakma szinten nem hiszem, hogy foglalkozni fogok velük, de biztosan eljárok ugyanúgy, mint most kiállításokra, amiben, hogyha már egyszer gyerekként megszerettem, akkor. Ez egy bentlakásos tábor, finom az ennivaló? Igen, nagyon finom. Igazából eddig tényleg nem tudunk rá panaszkodni. Milyenek a társak? Jaj, hát mindenki nagyon kedves. Jössz jövőre is? Természetesen. Az imént nagyon ügyesen nyírtad a bociknak a szőrét. Miért kell ezeket így levágni? Hát, hogy ne legyen nagy, és szépen lehessen gondozni őket így. Korábban foglalkoztál már állatokkal? Igen. Van otthon egy szamarunk, meg van két lovunk. Azokat is szoktad így babusgatni, mint a bocikat? Igen. Apukám munkájére kiviszem őket körmözni, meg segíteni, nyírni. Mi leszel, ha nagy leszel? Állatokkal fogsz foglalkozni? Hát úgy gondoltam, igen, most vagyok, most megyek 8-ba, és úgy állattenyésztő szeretnék lenni. Miért? Hát mert tetszik nekem ez a dolog nagyon. De nehéz ez, azt mondják, az állatokkal bánni, ugye minden nap etetni, itatni, tisztán tartani őket. Hát én már hozzá vagyok szokva, mert apukámnak már lassan 5 éve segítek. Jössz jövőre is ebbe a táborba? Nagyon szeretnék.